Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. június 12-i kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta. Én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. Mielőtt kezdünk, következzen a főszerkesztő felhívása. Sziasztok! Szalai Zoltán vagyok, a Napunk vezető szerkesztője. Kollégeimmal azt szeretnénk, ha a Napunk még az eddiginél is jobb lenne. Ehhez pedig a ti segítségetek is kell. Tudni szeretnénk, mit szerettek a napunkon, és mi az, amit kevésbé. Készítettünk egy olvasói kérdőívet, és most arra kérlek titeket, töltsétek ki. Megtaláljátok a napunk főoldalán. Anonim és maximum 5 perc az egész. Kattints és formált te is a napunk tartalmát. Mai témáink. Ficó kutyába is lemegy, ha a választási siker a tét. Szakértői kormány, szakmai program. Ravaszábel kockázatos lépése. Robert Fico vasárnap este szerepelt egy vitaműsorban. Ez a pénteken kezdődött választási kampányban egyáltalán nem lenne kirívó. Azonban a Smer főnöke, annak a Daniel Bombicsnak a műsorában volt látható, aki ellen a szlovákiai bíróságok több letartóztatási parancsot is kiadtak és aki most Londonban egy nyomkövetővel a lábán éli, erősen korlátozott életét. De ki az a Daniel Bombic? A szlovák extrémizmus egyik médiasztárja, aki magát simán csak fehér nacionalistaként határozza meg. Kiemelkedően teljesít a telegramon, több mint 55 ezer követője van. Összeesküvés elméletekkel ügyeskedik, Covid-tagadó, soros ellenes, a cionisták leleplezője, az orosz invázió támogatója, akinek a spájzában, úgy híreszteli, már ott kutat a CIA. A konspirátort azonban több ok miatt is körözi a szlovák rendőrség, például szélsőséges nézetek terjesztése, kiberzaklatás, mások személyes adatainak nyilvánosságra hozása miatt. Lehetséges büntetésének felső határa 9 év 8 hónap. És miért megy oda Robert Fico, Sőt, Ficót megelőzően miért szerepelt az extrémista műsorában már a Smer korábbi belügyminisztere Robert Kalinyák is. De más közös elem is felfedezhető. A Smer és Bombics is a szeptemberi parlamenti választás meghamisításáról beszél. Ráadásul Fico, Lubos Blaha Smer Bohóccal együtt azt a hoaxot is átvette az influencertől, mely szerint Jan Kusziák meggyilkolása mögött nem Marian Kocsner, hanem a különleges ügyész Daniel Lipsic áll. A felsorolt esetekből adódik is Ficó szereplésének célja. Ennek megfelelően most is sorosozott egy jót, bár itt kicsit lemaradt, mert már a soros fiázása menő, beszélt a gyógyszercégek üzleteiről, a menekültek és egyes civil szervezetek káros hatásáról és nagyjából 55 ezer embert ért el csak telegramom. Természetesen, ahogy Bombit sem beszélt a nyomkövetőjéről és a letett 15 ezer fontos óvadékról a rajongóinak, úgy Ficó sem hozta szóba azt, hogy nem szeretne olyan pártal kormányt alkotni, aki ki szeretne lépni a nato Mintha Robert Ficó és a Smer olyan képet szeretne kialakítani magáról, amin a politikai paletta minden színe jelen van. Ezek közül aztán épp a helyzet megkövetelte, aktuálisat mutathatja fel. Orbán Viktornak a rendszerváltás után elég sok idő betelt, mire teljesítette ezt a feladatot. Ráadásul nem is tudja olyan rugalmassan váltogatni a színeket. Fico pár perc alatt képes teljes fordulatot venni. Az EU parlament baloldali frakciójának tagjaként például egy szélsőjobbos műsorban szavazókra vadászni. Ma ülésezett a kormány és Ódor Lajosék elfogadták a kormányprogramot. Innentől kezdve a parlamenten van a sor, hogy júniusi ülésén megtegye ugyanezt. Az előzetes információk szerint azonban erre kevés esély van. Az Ódor kormány ettől függetlenül tovább dolgozik majd és megpróbálja teljesíteni a kormányprogramban foglaltakat. A program maga egyrészt valóban szakértői szemlélettel jellemezhető. Másrészt a rendelkezésére álló rövid idő is rányomja bélyegét. Nem csak a vállal célokra, hanem a megvalósítás módjára is. Harmadrészt pedig olykor annyira általános válaszokat ad a problémákra, amire egy jobb állásinterjún is rögtön jön a részleteket firtató kérdés. Az már az eddigi megnyilvánulásokból is látszott, hogy pragmatikus, rendszerben gondolkodó kormánytagokról van szó. A program is ennek jegyében íródott. A források effektív kihasználása, a racionális tervezés, a hibák keresése és javítása mellett ott van az elesettek segítése is. Nem működött jól az Európai Uniós pénzek lehívása? Vizsgáljuk meg, hol ment félre ez a folyamat, és javítsuk ki. Bélhetően az ősszel megalakuló kormány is tanul majd ebből. Nem sikerül a helyreállítási tervből lehívni a pénzeket a kórházak számára? Szüntessük meg a lehetetlen projekteket, és hozzuk versenyhelyzetbe a többi kórházat a támogatásért. Mind a mellett a verseny okozta hátrányokra is figyelnek, hiszen a szociális támogatások sokkal hatásosabbak, ha nem általános érvényűek, hanem célzottak. De az alsóbb rétegeket segítik az inkluzív oktatást javító intézkedések is. Ahogy a fogyasztás adóztatása és a munkaadó terheinek csökkentése is szolgálhatja ezt a célt. Néhány terület azonban kisé homályban marad. A választások biztosításának egyik fontos része a dezinformációk kiszűrése. Ennek tárgyalása azonban a szokásosnál is általánosabb a programban. De hasonló problémába ütközünk például akkor is, amikor az anyagi szükséghelyzetben élőknek juttatott támogatásról van szó, amit törvény szabályoz, s aminek módosítása a rövid idő miatt majd hogy nem esélytelen. A programban kiemelt helyet kap emellett még a felelős költségvetés felállítása, a nyugatorientált politika, a tehetségek otthontartása, nagy vállalások pár hónapra. Adott esetben sajnos csak arra lesznek jók, hogy az új kormánynak majd kínosabb legyen változtatni az irányvonalon. Az viszont látszódik, hogy milyen kevés lehetősége is eszköze van ódoréknak így, hogy a parlament tulajdonképpen működésképtelen. A következő kormánynak tett ajánlások megfogalmazásával pedig lehetetlen a helyzet méreható és tartós javítása. Ravaszábel újabb frontot nyitott a magyar szavazókért folyó küzdelemben. A volt romaügyi kormánybiztos az SS vagyis a fiatalitási hullám után, lásd még, Riso Szulik és Branyo Gröling a szaszka listáján indul az előrehozott parlamenti választáson, mégpedig a 31. helyről. Azok a magyar szavazók, akiknek fontos a magyarok jelenléte a parlamentben, több lehetőség közül választhatnak. Vannak a többé-kevésbé etnikai pártok. A Szövetség, a Magyar Fórum és a Híd, ott van aztán a Progresszív Szlovákia Magyar Platformja, illetve a magyar jelöltekkel kampányoló Hlasz, Olano, és most ide csatlakozik a Szaszka is. Hogy a magyar közmédia kedvencét, a Smert ne is említsük. A 2020-as parlamenti választáson szereplő pártok programjai közül kétségkívül az SZSZ volt kisebbségi szempontból a legprogresszívebb, a kisebbségek számára a legszabadabb. Nyilván ez a nyitottság az, amire ravasz most kötni tud. De fontos az a helyzet is, amiben feltételezhetően a szaszka kerül a választás után. Bár egyenlőre a parlamenti küszöb körülmérik a pártot, valószínűleg szeptemberben bekerül a parlamentbe. És ha bekerül, része lehet annak a Ficó nélküli koalíciónak, aminek majd a Hlasz adja a tengejét. Ez pedig egy fontos alkupozíciót jelent, amiben a kisebbségi szakértő ravasz ágendája teret kaphat. A kisebbségi jogok, a roma közösségek integrációja és a régiófejlesztés témáival fogok dolgozni, ahogy az eddigi munkám során is. A kisebbségi jogok, a roma közösségek integrációja és a régiófejlesztés témáival fogok dolgozni, ahogy az eddigi munkám során is. A nemzetiségek és régiók hangját szeretném képviselni a parlamentben. Olvasható az egykori hidas politikus Facebook bejegyzésében. A Szaszka azonban nem habostorta több szempontból sem. Ravasz több alkalommal is baloldali gondolatokat szólaltatott meg a szakterületén, ami egy masszív neoliberális pártban ellentétekhez vezethet. Ugyanakkor a párt és első embere Richard Szulik, nem kis szerepet játszott abban, hogy a korábbi kormánykoalíció felbomlott, és most előrehozott választás következik de Szulik nyakasan hirdetett rendszeridegen állásfoglalásai is kisé homályossá teszik a jövőt. Gondoljunk csak a pártvezér visszás menekültellenességére. ellenességére. Szulik a mai sajtótájékoztatón pártja 14 éves szakértői arculatát emelte ki. Ravaszt ennek a vonulatnak az erősítéseként bemutatva. Nem véletlenül. Ha sikerül ezen a területen maradni, akkor kifizetődhet ravaszábel lépése. Hírek egy mondatban. Hatékonyan kell védeni a csallóközi felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét. Ez a fő célkitűzésem a csallóközi védett vízgazdálkodási terület vízvédelmére vonatkozó cselekvési tervnek, amelyet hétfőn hagyott jóvá a kormány. Az Oktatási Minisztérium további 10 millió eurót különít el az iskoláknak, hogy azok tankönyveket vásárolhassanak, jelentette be Daniel Butora, tárcavezető. A kormány jóvá hagyta az elektromobilitási cselekvési tervet. Megmaradhat néhány korábban bezárásra ítélt gyermeksürgősségi ügyelet, jelentette be Mihály Palkovics miniszter. Lengyelország és Csehország mellett Magyarország is közreműködik Szlovákia légterének védelmében. Lengyelország megpróbálja megakadályozni az Európai Uniós migrációs megállapodást, ellenzéki koalíciót alakít. 86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconi, volt olasz kormányfő. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Beke Zsolt. Én Battyány Bosznaja Marilla vagyok. A Viszonthallásra holnap.